Barbárok. A kiskutya a puli fülel, szimatolt, és a következő percben vicsorítva kezdett ugatni. Mia! Szólt rá a juhász. A kutya csak még jobban ugatott. Városi félék? Kérdezte a juhász. A kutya egy pillantásig hallgatott. Puszta béli? A kutya ugatni kezdett. Akkor mi bajod? A juhász végheveredett a subáján, a szamár árnyékában, és többet nem törődött az egésszel. Egy idő múlva a két komondor is észrevette, hogy idegenek közelednek, s mély konduló ugatással ők is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket. De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztor társa közeledik, a puli azt jól megmagyarázta neki. Jó sokára volt, mikor a két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált. A puli a gazdája lábához állt, és abban nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást. A komondorok lassan megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy időt hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon lelkükre az ugatási munkát. Csak a puli nem hagyta abba, az úgy visított, mintha késsel metélték volna. Mikor a két vendég idejét a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevény kutyákkal, egybekeveredtek, s a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamárról rájuk bőgött, a botját is felemelte, hogy mindjárt agyon csapja valamelyiket, de aztán csak hagyta, s bedöcögött a baktatóval a bunda felé. Hé! Ne te hé! A juhász felkönyökölt, és nézte a közeledőket. Elkúrjantotta magát. Iszki te! Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást. Az egyik vendég már a földön volt, és hosszú kacsázó léptekkel közeledett. Adjon Isten! Fogadj Isten! Felállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést, mert rossz akarója volt. Hallotta a múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta betyárja. Na miért mond ilyet? Mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahova csak szegődése engedi. De hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet fogott velük, és azt mondta, szájletés is. Erre a másik juhász is leszállott a szamáról, s a két csacsit kicsapták. Azok ott maradtak egy állóhegyükbe, meg sem moccantak többet, csak a bőrük reszketett a pőcsik csípése alatt. De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, és egy igét se szóltak. A két juhász levette a szamáról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s ráheveredtek. Így ültek szembe egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek. Nyája juhász volt mind a három ember, olyan juhász, aki egész esztendőt kintöltött a nyájánál, soha a falunak színét se látta, csak lakodalomba, hogyha bementek, vagy vásárra olykor. Kemény, pusztai emberek voltak, körülöttük a nagy ég, semmi más. Mert az égen csak kerengtek a felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök peregtek. Meg egy vad körtef a búsult görbén, nem igen messze. A nagy nyáj messzebb járt, a kisfattyú volt vele. A juhász kisfia, olyan 12 esztendősi hederke, csak egy nagy kalap, meg egy kis szűr, ennyi volt az egész gyerek, meg egy kis kíváncsiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához. Ezek még akkor is hallgattak. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva. Ha együtt vannak, együtt hallgatnak. Még ilyenkor, ha vizitába jön, akkor se vakognak. Hát az asszony, mondta az egyik vendég juhász, aki megszólalt, nagy veres ember volt, szeplős, nagy kemény ember, kékszemű és verhenyes bajószú.
Hogy a haja milyen volt, nem igen látszott, mert a kalap egészen a szemöldökére volt akasztva. A másik vendég is megmordult, az kisebb ember volt, tömpe orrú, vizslató szemű. Szíta pipáját, oda nézett, de nem szólt. Itt volt. Mikor? Vagy egy hete. Mikor gyűn megint? Majd elgyűn. Van eleség? Van valami. Elég lesz 2 hétre. 10 napra. 10 nap. Újra hallgattak. Most már a gyerek is itt állott, csak állott, a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólani. Meg nem is akart. Ha azok nem, ő sem. Nem sürgős. Már lassan lefelé konyult a nap, az is kíváncsian nézte a 3 embert, azt se tudta, kik ezek, mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki már el kell menni a maga nyájával az akolba. Vajon odáig kisül-e? Hát nem sült ki, mert csak feküdt a 3 ember és pipázott. Ültek keresztbe vetett lábbal. A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül, akkor is úgy tett, mintha nyáj után nézne, pedig azt nézte, hogy a botja kézügybe van-e. Mikor a nap lement, egy kicsit megelevenedett a határ. Madarak kezdtek felettük repkedni, apró madarak nagy csapatban. A muslicák felhősen kavarodtak fel a fűből, vagy honnan arra vadáztak. Hallod? No. Van neked egy szíjad? Van. Láttam tavaly búcsukor, ki van verve rézzel? Megvan. Aztat kéne eladni. Eladni? El. Nem eladó. Nem. Nem. Miért nem? Hát csak nem. Magamnak csináltam. Magadnak? Magamnak. Meg a fiamnak. Meg a fiadnak? Annak. Kettőtöknek? Hát. Ezzel újra tovább ültek, aztán már egészen sötét lett, olyan hirtelen lett sötét, mintha elfújták volna a gyertyát. Hát, nem adod el? Mondtam. Erre a nagyobbik juhász vette a botját, és csendesen közelebb húzta magához, mintha fel akarna állni. A gazdajuhász meg sem moccant. Lesett, mint a komondor, de résen volt. Ez az utolsó szavad? De már akkor a gazda ugrott is felfelé, a másik 2 még rá. 1-2 csattantak a botok. Elébb a 2 bot az 1 boton, aztán az 1 bot a gazda fején. Az megtántorodott. Ezért jöttetek? Nem szólhatott többet, a 2 vadember ráhajtott, és 1 perc alatt agyonverték. Ott feküdt a juhász a földön, s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. A kisfiú ott volt mellettük, s csak nézett. Olyan hirtelen esett a dolog, hogy meg sem moccanhatott. Vedd le az apád szíját, mondta neki a veres ember. A fiú állott. Veszed le rögtön. A gyerek halálsápadtan, s az embereket szemmel tartva, oda ment az apjához, annak a derekáról leoldotta a szíjat. Add ide! A gyerek a szíjat felemelte, s nézte, hogy melyiknek adja oda. Csak nézett, s nem vette észre, hogy az 1 bot a levegőbe emelkedett, és fejen érte. Olyan sújtást kapott, hogy abba a percbe leesett, és kiadta a lelkét. A 4 kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A 2 komondor nekiesett a másik 2-nek, storkon kapta egymást és hemperegett. Vérben és nyíva ordítva. A puli meg ráugrott a veres juhászra, s a lábába harapott. Az a botjával verte, rúgta, amíg agyon nem csaphatta. A 4 komondort látni se lehetett a sötétben, azok kikészítették egymást. A 2 ember állva, botra támaszkodva várta el, míg a kutyáik végeztek, és mikor azok véresen és sebeiket nyalogatva a közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász, kaparjatok! A 2 kutya hozzá fogott kaparni gödröt, de lassan ment.
Erre az emberek elővették a szamárhátáról a kurtanyerű ásót, és segítettek nekik. Hogy a gödör megvolt, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette. De az ember mégis nagy volt. Ott a szí. Rákötötte a nyakára, azzal húzta bele. Mire volt feljött, akkora be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és a három kutyájával. Tüzet raktak a sírra ganéból, és megsütötték a szalonnájukat. Jó ízűen megvacsorázt. No, megvan, mondta a veres juhász. Akkor ballagjunk. Megindította a nyájat, a 300 jú elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert már szerettek volna éjszakázni. Nem értették, miért kell éhomra tovább sétálni a nagyságos pusztán. De ha kell, csak mentek. Utánuk ballagdogált a négy szamár, meg a két sebesült komondor. A két juhász nyugalmasan lépdelt meg ettől.